Sziasztok, tesztelők, követők! Üdvít a csatornán! Hát ma Zsoltival egy nagyon érdekes autót hoztunk nektek. Nem fogjátok kitalálni. Ilyen még nem volt a csatornán, de reméljük, hogy lesz. Biztos nem volt? Hát szerintem nem. Hát jó, nem. Na, akkor nézzük meg, megfordítom a kamerát, és nézzétek meg ti is ezt az autót. És mindenképpen írjátok meg a véleményeteket róla. Tehát ez az autó egy Dongfeng Series 3, de mi úgy hívjuk, hogy Seres. Vagy sörös? Hát a sörös van a házban, de hát vannak azért problémák, de szerintem, ahogy hallottuk, lesz még itt névben változás, meg azért szerintem így európaiasítani fogják, hogy szépen fogalmazzak, hogy fejezzem ki magam, de a külső dizájn az viszont szerintem teljesen rendben van. Nagyon rendben van. Ugye az ember, amikor azt hallja, hogy bejön Európába egy kínai autógyártó, hát nem ezt várja. Hát nem. Ugye? Sem minőségben, sem dizájnban. Azért láttunk olyan nem európai autógyártót, aki 2000-es évek elején ennél jóval mélyebbről indult dizájnban. Tehát ott azért voltak ilyen elkapott dolgok. Koreaiak is mélyebbről indultak. Hát igen. Annak idején. És hol tartanak? Na de visszatérve az autóra, úgyhogy most már látom, hogy egyre több nézőnk van, írjátok meg a véleményeteket majd erről az autóról. Mi megmutatjuk kívülről, belülről, elmondjuk a technikai okosságokat. Viszont aztán majd lesz a tesztelők.hu-n egy írásos cikk róla. Cikk, bemutató. Hát egy bemutató. Igen, körbefotóztam, úgyhogy talán még jó fotók is lesznek. De azt ígérte ugye az importőr, aki itt van nem messze tőlünk, a képviselője, hogy meg fogjuk kapni majd a tesztautót is egy hosszabb, tartósabb tesztre, egy nyúzó próbára, megnézzük, mit tud az új kínai autó itt Magyarországon, nálunk, a Dongfeng, a magyar utakon, így van. Nézzük meg az autó dizájnját egy kicsit. Ugye itt a live előtt tanakodtunk, hogy kinek mi jut eszébe erről az autóról. És nekem az elejében van egy kis Tiguan, van benne egy kis Renault Koleos, és úgy van benne minden. Zsolti, te mit mondasz erről? Figyelj, én azt mondanám, hogy nyilván tehát más autókban is, tehát nagyon nincs olyan nap alatt, úgyhogy nyilván, hogy minden autóból látunk benne egy kicsit. Én azt mondom, hogy nem baj, mert ha az összképet nézem, nekem tetszik. De tény, hogy egyébként van benne nekem Hondás egy kicsit az eleje talán, vagy Merc is, most így ebből na, a nézzük szögből, meg. Pont, igen. Pont ebből a szögből, hogyha megnézed, akkor kicsit ilyen az elektromos Merci. Igen, de, igen. De most hogy mondod. Szerintem nem érdemes, tehát hogyha jól hallottuk, akkor talán az Ital Design tervezte, hogy ők nézik, szóval ők meg aztán láttak már mindent az autógyártás. Igen, közben a feleségem kommentelt, meg is van a cím, kínai autó magyar utakon. Tök jó, köszi szépen. Nagyon jó. Igen? Az oldalra is szerintem egyébként egész kultúrát, tehát megnézed a két fővonalat, ami ugye a hátsó lámpánál kifut, szerintem az teljesen kultúrát. Nem az van, hogy kaptál egy darab fémet, és akkor ott van, hanem tényleg van benne él, meg van vezetve, tök jól néz ki, akár a C-oszlop környékét, igen, hogyha kiemeljük, és ahhoz meg teljesen jól megy szerintem itt az övvonal része, vagy ami a kilincsnél megy vonal. Maradjunk abban, hogy a harmóniában van az autó. Igen, a méreteivel, tehát karakteret is harmóniában van, és ugye a méreteit tekintve, ha már így mondtam a méreteit, akkor ugye ez a Suzuki Vitarától 8,5 centivel hosszabb, hát ha jól tudom, ugye? 8-9 centivel igen hosszabb, kb. Akkor az S-Cross-szal van igen. Ipariban. Most ez egy elektromos autó, amit mutatunk nektek, ez a Seres 3, maradjunk igen ennél, így magyarosan Seres 3, és ebből lesz majd egy szívómotoros változat is, 1005-ös szívóbenzines lesz, és igen, írja a feleségem, hogy nagyon picit Infinity is jól néz ki, nekem tetszik, örülök. Hú, ránk. Hát akkor szerintem addig mutassuk meg körbe az autót. Na igen, pont erre gondoltam is. Kicsit Porsche hátul, igen. Én szerintem ez eléggé Porsche. Kicsit olyan Macanos. De amíg harangoznak, addig körbejárunk a kamerával. És utána folytatjuk a beszédünket. Már lehet, hogy egyébként segít rajta a mikrofon, hogy annyira nem telibe megy. Igen, talán egy kicsit tompítja ezt a harangot.
hátulról Porsche, és nagyon szép egyébként a kék kiegészítők, a valváz. Hát igen. Mutatom is közelről. Tehát onnan lehet ezt a Dongfeng széria seres 3-at megkülönböztetni ugye a benzinmotoros testvérétől, hogy az öldrendszámon kívül. Szuper, írja, feleségem, lehet hallani, akkor nagyon örülünk, hogy körbefut ez a kék csík. Tehát ez a díszcsík, ez végigfut az autónak a teljes alsó részén. Erről pedig felkerült a jel alá. Igen, azt is megmutatjuk. És akkor ahogy vége itt a harangozásnak, rátérünk a beltérre is. Várjál, hát beltér, beszéltük itt, hogy kap egy-öt szívót, meg ilyen. Igen. Na de hát mit tud ez? Ja igen, hát milyen hát teljesít, az igen. Érdekes, igen, érdekes. Igen. Hát elvileg, gyári adat szerint, jó, elektromos autót nem szoktunk kőerőben megadni, de 163 ló és 300 newton körül van a teljesítménye, és ugye első kerékre jön. Így van, és a gyártó azt mondja, hogy 300 kilométer tud elmenni egy töltéssel. Hát ezt majd a teszt megmutatja. Most ugye nem volt alkalmunk így a bemutató alkalmával letesztelni, de majd kíváncsiak vagyunk. Viszont véleményem szerint az 1.5-ös szívó benzines, hogyha elkezdik, ugye elkezdődik a forgalmazás év végétől, jövő év januárjától, akkor szerintem az egy ütőképes modell lesz, véleményem szerint. Az mert jó, szívó benzinest már nagyon a Mazdán kívül kevés autógyártó. Hát igen, és ugye a Mazdának is a 2 literese van. Pontosan. Azért az 1.5 szívó benzin, ilyen 120 lóerő körül, 110-120 között, azért az nem olyan az rossz. Már nem rossz, pontosan. Nem rossz, pontosan. Talán nincs is annyira túlhúzva. Igen, na de nézzük meg, mert amennyire, hogy is mondjam, előítélettel érkeztünk, az autó tesztre, az autó bemutatóra, hát annyira kellemes csalódást okozott ez nekünk. Igen. Ugye? Na nézzük meg a belsejét. Tehát így néz ki a Dongfeng Seres 3-nak a beltere, ami a fapados kivitel. Mutattad itt a középkonzol? Fogom mutatni, beülök hátra, hogy, és akkor te ott tudod mutogatni itt. Én erre gondoltam csak, hogy... Ja igen, akkor mutatunk, kezdő érdekes dolog, most mutatom ott a kamerával, nézzétek meg, középkonzol. Vajon melyik autóban láttunk ilyet, illetve autókban? És ez nem egy parasztvakítás, ez a valóság. Beülök hátra, és lehet akkor... Lehet igényes váltógombot rakni autókba. Nagyon durva. És milyen szép. És nagyon, nagyon igényes például az anyagok minősége. Ugye itt az importőr elmondása alapján azt tudjuk, hogy ez a fapados, tehát ez az egyféle felszereltség. Talán négyféle szín lesz belőle, egyféle felszereltség. Hát ez nekünk, mi azt mondtuk, hogy ez a fullos, mert ugye ez bőrt kapott, igényes a műszerfala. Stabil minden, nagyon jók az anyagminőségek. Tehát ha megnézitek a kormányt, az írjátok meg nekünk, hogy mire hasonlít szerintetek ez a kormány. Illetve a középkonzol, akkor ez a tablet rész, ami különösen nekem speciál tetszett, meg szeretem, ha megtartják az autónak az autós érzését, akár elektromos autóról van szó, akár nem elektromos, tehát robbanó motorosról, hogy vannak fizikai gombjaink. Igen, és nem is rossz minőségű egyébként. És ugye ezekkel is lehet itt mahinálni a menüben, illetve fönt is, ha megmutatod Zoli, hogy kicsit akkor elkezdem ezt itt fönt nyomkodni, hogy elég jó de nem akad a menü, és szép. Igen. Szerintem. Írja egy Csizmadia László, mondjuk csöndben maradhattatok volna, amíg harangoztak, tök vicces volt. Lehet, hogy vicces volt. Köszönjük a kommentet, örülünk, hogy itt vagy, és majd elolvashatod róla a részletes bemutatót. Jobb lett volna a harangszót hallgatni? Ha azt szereted, akkor megoldjuk. Pocak Tamás írja, Jaguar váltó, Alfa műszerfal, műszerkijelző, Ssangyong tablet, Mazda. Hát igen, ezt Tamás nagyon jól látod. Ebben ezek megvannak. Igen. Tamás ideért a harangszóra. Jó. Igen. Megmutatod a toltókamerának a képét? Megmutatom, nézzétek. Hát mára mennyire a telefon így live-ba átadja.
De egyébként szép. Ezt néztük már, amikor elindultunk vele. Igen, nagyon-nagyon jó képet ad, tehát tényleg valós képet ad, tiszta képet ad. A kormányán a kapcsolók is nagyon jól kezelhetők. Észszerű a felépítésük, nincs belőle túl sok, szerintem. Így van. Kaptunk egy digitális műszerfalat. Full digit. Vagyis kijelzőt pontosabban. És még ami itt nagyon fontos, hogy a kormány baloldali részéről tudjuk vezérelni a szemben lévő kijelzőt, tehát a szemben lévő műszerfal egységet, a jobboldali... Innen pedig igen, a közép. Pedig a közép, így van, a tabletet, úgymond. És itt próbáltunk az autóba fogást találni, hogy hol is lesz ebbe az autóba fogás, anyagminőség, összeszerelés tekintetében, és ez egy jó erős középkategória. Szerintem ez egy erős kezdés. Lehet, hogy most csak ugye erre a pár órára van lehetőségünk kipróbálni, viszont szerintem ez is elég jó. Aztán, ahogy mondtad is, kaptunk ígéretet, hogy megkapjuk egy hosszabb tesztidőszakra, hogyha kap rendes. Egy nyúzó próbára. Akkor ott azért egy hétig lesz bőven még mit nézni rajta, például, hogy mennyi idő alatt tölt fel, ugye 20-ról kb. 80%-ra, mennyire fog melegedni, mennyire valós az a 300 kilométer. Engem például jobban érdekel a benzines. Mégpedig azért, mert annak az ára barátibb. Jó, ugye ha azt nézzük, hogy ilyen 6,5-7 millió körül lesz a benzines, és egy ilyen felszereltségbe, engem az nagyon, nagyon érdekel, hogy az mit a versenytársakkal kapcsolatosan, hogy tud labdába rúgni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki negatívan áll ezekhez az autókhoz, kár, bele kell ülni és ki kell próbálni. Meg kell nézni, és úgyis meg lesz az első benyomás. Most nyilván, hogy attól, hogy azt mondták a tévében, az nem feltétlenül úgy van. Tehát ezt a mondatot hallottuk már párszor most más dolgokkal kapcsolatban. Szerintem ezt annyira nem kell erőltetni. Pontosan, én ezzel teljesen... Mindenki a saját szemének és fülének. Higgyen, így van, így van. A feleségem írja, hogy külsően jobban tetszik, mint a beltér. Hát mutassuk meg azt hát még akkor menjünk vissza, nézzük meg. Viszont még... itt nem tudom, mennyire adja át a kamera, óriási. Tehát a Zsolti mögött, a Zsolti egy átlagos mérettel rendelkező ember, és itt mögötte nagyon nagy a hely, tehát nagyon nagy a láptér. Kényelmesen el volt állott mögött. Kényelmesen el voltam, nagy a láptér, nagy a fejtér, tényleg egy jó kis kompakt családi autó, hát nem is tudok rá mit mondani, csak tényleg egy jó családi autó. Becsukom az ajtót. Csukd az ajtót. Még akkor körbe megyünk. A Felnik is egyébként megérnek pár szót, mert szerintem nagyon szépek. Mondjuk a design az hasonlít erősen máshoz, de ezt szerintem látjuk. Engedjük el. Talán még a gumi megér egy mondatot. Ilyet nem igazán láttam még itthon, de... Most ezután majd fogsz. De lehet, hogy ezután fogok. Igen. Úgyhogy 18-as kerekek vannak alatta. Most így a mentünk vele körülbelül egy ilyen 100 kilométert talán a tesztkör alatt. A tapasztalat azért azt mutatja, hogy a futóműve nagyon jól hangolt, csendes, és... Pedig azért én mentem vele direkt olyan utakon, igen. Ami azért volt ott kátyú rendesen, meg nem feltétlenül. Hát kíváncsiak igen. Voltunk rá, hogy most ráz az autó, zörög, nem zörög. És hátul is egész kényelmes volt, tehát ültünk olyan autóban, ami konkrétan ütött hátul. Szó szerint komfortos a rugózása. Igen. Nyilván nem akarjuk nagyon dicsérni az autót, mindenki nézze meg, de nekünk első benyomásra tényleg a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon jól vizsgázik. Nyilván, majd megnézzük az idő eldönti, mennyire lesz megbízható, meg társai, de szerintem így azt mondom, anyagminőségre és dizájnra, hogy nekem bejön. Nekem is. A tesztünk alatt úgyis több információt meg fogunk majd tudni róla. Pontosan. Még amit én fontosnak gondolok elmondani, az importőr elmondása alapján az elektromos autóra 4+4 év garancia lesz, és a robbanó motoros változatokra, akár az 1.5-ös szívó, lesz majd a nagyobb testvéréből az 1.5 turbó benzines, azokra pedig 7 év, vagy 150 ezer kilométer garancia lesz. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ugyanazt a ütőkártyát próbálják hozni, mint a koreaiak. Hát igen.
Az mi viszont nem feltétlenül baj. Pontosan. Nyisd ki a motortérnek nevezett motorháztetőt, ahol a benzinesnek ugye a motorja fog helyezkedni. Itt ugye a villamos hajtás szuper. Ami nekem különösen tetszett, amikor kinyitottuk, hogy teleszkópos, tehát csillapította, nem pedig simán csak kitámasztod a motorteret, tehát szerintem nagyon igényesen meg van csinálva. Szellős. Hát igen. Látszik egyébként itt a karosszéria építésen, hogy ez ugye alapba egy robbanó motoros autónak volt tervezve, és megkapta az akupakkot és a villamos hajtást. Nyilván, de belerakták és működik, nem? Pontosan, és jól működik. Van baj, nincs baj, ne legyen baj. Ennyi. Pontosan. 20 centis a hasmagassága, ugye, ha jól tudom. Úgyhogy tényleg jól, városba szerintem teljesen jó, patkára jól fel lehet vele állni. A csomagteret nem mutatjuk meg, mert telepakoltuk konkrétan a cuccainkkal, de az is ilyen 350-400 liter körül van, hogyha jól láttam, és azért fért bele pótkerék. És nem rendes mankókerék, hanem azért kicsit ilyen nagyobb. Normálisabb méretű. Normálisabbnak tűnő valami van benne. Itt Petike írja, hogy ajándék poroltóval. Hát... Erről nem tudok mit mondani, úgyhogy... Ha majd van a teszthét során majd kiderül. Majd kiderül. De figyelj, esküszöm, megcsinálom, hogy majd úgy kezdem a tesztetet, hogy veszek egy poroltót, és majd kirakom a tesztelőkre, hogy felkészültünk mindenre is, csak hogy meglegyen azért a poén kedvéért. Úgyhogy írjátok meg a véleményetek az autóval kapcsolatosan, és szerintem mi akkor zárjuk is a live-ot, és a többit majd leírjuk, vagy leírod pontosabban a bemutatóba. Úgyhogy örülünk, hogy néztetek bennünket, írjátok meg a véleményeteket, hogy szerintetek hogy fog vizsgázni így első látásra a Dongfeng. És reméljük, hogy ezért más is megmaradt ebből a kis videóból a harangszón kívül, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, érkezik hogy... a tesztelőkre a bemutató majd. Kövessetek minket! Sziasztok! Sziasztok!